Teljesen jogszerűen tartunk sajtótájékoztatót. Jó napot kívánok! Semmi extra közön nincs ahhoz ki, hogy mostan befogult, csak hogy iratlan szabályi követséget és ennyi nem lehet kamerázni. Hát a nem érdekel minket semmilyen iratlan szabály. Védelmi, akármi a kapcsolatos, aztán sajnos közterületen vagyunk. Nem, nem azt nem tudom, hogy mondom, hogy a megkeresett közön hozzá, nem csak szólt az egyet, a követségtől. És ki szólt az amerikai nagykövet? Természetesen nyugodtan igazoltathatnak minket. Fenntartjuk a jogunkat ahhoz, hogy innen nem távozunk, sőt, kifogás tárgyává fogjuk tenni az amerikai nagykövetség működését. El kell innen mennünk akkor? Nem, nem is mondtam, hogy iratlan szabály, hogy a követség az a kamera felületen, ha megoldható valahogy, akkor inkább... De mi az, hogy íratlan szabály? Én még ilyet életemben nem hallottam rendőrtől. Önöknek az írott törvényeket kell betartani, nem az íratlan szabályokat. Jó, hát akkor mondom, szóval követségre, hogy arra illetők a személynek ki fog jönni. Jöjjön ki. Rendben, semmi gond. Neki ugyanazt fogjuk mondani, hogy egyáltalán nem érdekel minket. Ráadásul ez még Magyarország, úgy tudom, nem az Amerikai Egyesült Államok. Jó, köszönjük a tájékoztatást, viszontlátásra. Az élet felülírta a mai sajtótájékoztató témáját, hiszen önmagában csak amiatt szerettünk volna tiltakozni, hogy az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége beavatkozik Magyarország belpolitikájába, hiszen megszólalt, sőt, utasítja a magyar hatóságokat, a magyar kormányt arra, hogy ne tolerálja a más nézeteket vallókat, gyakorlatilag most már kötelezővé akarják tenni a deviáns propagandát, vagy akár azt, hogy közintézményekre a deviancia zászlóját kitűzzék. Mi ezt természetesen elfogadhatatlannak tartjuk, és magyarországi belügyekbe való beavatkozásként értékeljük, amelyet sem keletről, sem nyugatról nem tűrünk és nem fogadunk el, semmilyen nagyhatalom részéről. De ahogy az elején fogalmaztam, az események felülírták a mai sajtótájékoztatónk témáját, ugyanis tegnap este, éjszaka, illetve ma reggel olyan események történtek, amelyek egészen példátlanok, hiszen rendőrségi, csak kifejezetten diktatúrákra jellemző megfélemlítési akció történt Novák Előddel, a Mi Hazánk Mozgalom alelnökével szemben, ugyanis két helyszínen is, a szüleinél is, illetve azon a lakcímén, ahol a négy gyermekével és Dúró Dórával élnek, megjelent a rendőrség, házkutatást tartottak, és ma reggel pedig rabosították Novák Elődöt, pusztán azért, mert leszette azt az zászlót, amelyet semmilyen törvény, semmilyen előírás nem ír elő, hogy ott kellene lenni bármilyen közintézmény, bármilyen önkormányzati épület homlokzatán. Ezt mindenféleképpen fölháborítónak tartjuk, és felszólítjuk a kormányt, hogy vajon szint, milyen lobby az, amely el tudja érni, hogy egy magyarországi párt alelnökével szemben ilyen megfélemlítési akciót hajtsanak végre. Magyarországi vagy nemzetközi deviáns lobbiról beszélünk, vagy akár egy külföldi nagyhatalomról, ki az, akinek a nyomására egy véleményem szerint egyébként minden eljárás jogi gyakorlattal szembehelyezkedő, kifejezetten csak és kizárólag a megfélemlítést célzó akciót, illetve akciósorozatot hajtanak végre a Mi Hazánk Mozgalom, illetve a Mi Hazánk Mozgalom alelnökével szemben. Felszólítjuk nem csak az Amerikai Egyesült Államokat, hanem bármelyik országot, bármelyik nagyhatalmat, akár keleti, akár nyugati nagyhatalmat, hogy ne avatkozzon bele a magyarországi beügyekbe. Magyarország egy független, szuverén állam, és majd a magyarok eldöntik, hogy milyen zászlók lesznek a magyar önkormányzatok homlokzatán. Jelenleg azt gondoljuk, hogy az a garázdaság, amit Karácsony Gergely és amit azok a balliberális polgármesterek elkövetnek, akik kitűzik a deviancia zászlaját, hiszen semmilyen olyan jogszabály ezt nem írja elő, vagy nem teszi lehetővé számukra, amely miatt ilyen zászlókat ki kellene tűzniük. Ez egyértelműen egy erőszakos, olyan deviáns lobby által irányított nyomulás, amelyet határozottan visszautasítunk. Mi a tradicionális, hagyományos férfinő kapcsolat, a hagyományos
biológiai és a természet rendjével nem szembe helyezkedő családmodell hívei vagyunk, és küzdeni fogunk minden erőnkkel, nem csak a beavatkozás, hanem a deviáns lobby tevékenység ellen is. Két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget a rendőrség, éjszakai házkutatást tartottak, rabosítottak, DNS mintát is vettek az új lenyomat és a fényképfelvétel készítése mellett. Olyan megfélemlítő akciókat alkalmaznak a Mi Hazánk mozgalommal szemben, amelyel próbálják a homoszexuálistól a pedofiliáig terjedő különböző deviáns lobbikkal szemben a normalitás párti erőket, a felsorakozott normalitás párti erőket meghátrálásra kényszeríteni. Elképesztő az, hogy a BRFK bűnügyi főosztályára kiemelt ügyé nyilvánították azt az újbudai zászló levonást, amely miatt önmagában két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetnek. Holott azt gondoljuk, és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jogi állásfoglalása is egyértelműen levezeti, hogy garázdaság éppen hogy az, amit Karácsony Gergely és a DK-s vezetésű önkormányzatok elkövetnek. Mi vádoljuk garázdasággal Karácsony Gergelyt és a DK-s polgármestereket, akik közfelháborodást kiváltó módon kihelyezik, közszemlére teszik a devianciát népszerűsítő jelképet. Jellemző, hogy ilyen kiemelt ügyként kezelik, miközben egyedüli önkormányzati képviselőként tettem szóvá, hogy a tavalyi évben a nyomozás eredményességi mutató 55%-ról 35%-ra esett vissza, tehát szó sincs arról, hogy két hét alatt rendet tettek volna, sőt, rohamosan romlik a helyzet, immár nem csak a kis településeken, hanem Budapesten is, ezért a normalitáspárti nemzeti erők, a Mi Hazánk mozgalom megfélemlítése helyett a rendőrség feladata végre az volna, hogy a valódi bűnözőket üldözze. Úgy tűnik, hogy a kormányzat letérdelt a homoszexuális lobby előtt, hiszen rekord gyorsasággal utasították el feljelentésünket, amelyet a Szent Korona szivárványos meggyalázása, a nemzeti jelkép megsértése miatt tettünk, és garázdaság miatt, hiszen olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik évről évre ezeken a felvonulásokon, amelyek miatt joggal követeljük a rendőrség fellépését, illetve a felvonulás betiltását, melyre idén sem került sor, pusztán a járványhelyzet miatt szabadon dönthettek a szervezők, hogy mégsem tarthatják meg, miközben a Mi Hazánk mozgalom ellentüntetését betiltották, melyet ráadásul még egy szomszédos környező utcában sem tarthattunk meg, miközben például a Horthy emlékfelvonulás esetében idén ugyanarra a közterületre is bejelenthettek és megtarthattak ellentüntetést, például a Szent Gellért téren. Azt gondoljuk, hogy a kettős mérce teljesen nyilvánvaló, a kormányzat letérdelt a homoszexuális lobby előtt, a Mi Hazánk mozgalom azonban folytatja küzdelmét a normalitás védelmében.